Tüntetnek a kereskedők az egyik távol-keleti webáruház, a Temu egyik irodájánál. Az eladók szerint ugyanis sokaknak nem fizet a cég. A kereskedők átszámítva több millió forintos tartozásokról beszélnek. A cég azt állítja, éppen az eladók nem hajlandóak rendezni a vitát. Több mint 100 000 darab eladva, már csak 5 termék maradt. Olvasható a webáruház oldalán, de olyan is van, hogy 95%-os leértékeléssel hirdeti termékeit a Temu. Az online piac tér így ért el óriási népszerűséget 2 év alatt. Itt egy nadrág. Kovács Zsófiának fontos szempont, hogy a vásárlással időt spóroljon. Ő az árértékarány miatt vásárol rendszeresen a távol-keleti webáruházból. Havi egyszer azért szoktam a Temuról vásárolni, és a fizetésemnek a 10%-át szoktam erre elkölteni, munkaruházatra, sportruházatra és elegáns ruhákra. Minőségileg nagyon meg vagyok velük elégedve, és árértékarányban is. A cég azonban most nagy problémába ütközött. Több felvétel is készült arról, ahogy több százan demonstrálnak a vállalat Dél-Kínában található egyik irodája előtt. Voltak, akik az épületbe is bejutottak és ülősztrájkoltak. A vállalattal szerződött eladók azért tiltakoznak, mert állításuk szerint a Temu nem fizetett nekik az eladott áruk után. A cég szerint azonban éppen az eladók nem akarják felvenni a kapcsolatot, hogy rendezzék a vitákat. Márciusban itthon is indult eljárás a távol-keleti webshop ellen. Versenyfelügyeleti eljárást indítottak ellenük tisztességtelen kereskedelem miatt. A vállalkozás ugyanis azt a hamis benyomást kelti, hogy az általa forgalmazott termékek jogszerűen értékesíthetők, holott nem rendelkeznek az Európában kötelező úgynevezett CE jelöléssel. A Temu így nem garantálja a termékek biztonságosságát, egészségességét és környezettudatosságát. A GVH arra hívta fel a figyelmet, hogy az eljárás megindítása még nem biztosíték, hogy a cég jogsértést követett el. A nyomozás folyamatban van.